Károlyi Anett 10 éve hobbiszerűen foglalkozik ornitológiával, lelkes amatőrként segít lemérni a szakembereknek a madarak súlyát, majd egy kis simogatás után szabadon engedi őket. Gimnáziumban biológia szakkörös voltam, és egy közös kirándulás kapcsán az Ócsai Madárvártán lyukadtunk ki, ott szálltunk meg, ott töltöttünk egy hetet, és azután beszippantott a madárvilág. A ludasító élővilága már nem először vonzotta a természetvédelmi terület közelébe Csörgő Csabát, aki önkéntesként vesz részt a madárgyűrűzésben. Vasárnap érkeztek meg a helyszínre, és hétfő reggelre csak nem 300 madarat sikerült fogniuk. Vonuláskutatással foglalkozó emberkék pedig ebből nyernek információt. A madarak milyen útvonalon repülnek, hol telelnek, érje esetleg útközben őket olyan sérülés, ami az állomány fogyatkozásához vezet. A tópartján kifeszített hálóból kerülnek a madarak a madarászházba. A madárgyűrűzési munka a Ripária Természetbarátok Egyesülete és a Palics Ludas Közvállalat együttműködésével valósulhat meg, mondta Csipak Ármin gyűrűző. Hétfőn délelőtt több mint 20 madárfajt sikerült azonosítaniuk. Kapnak egy egyedi azonosítószámmal ellátott jelölőgyűrűt, megmérjük őket, különböző biometriai adatokat veszünk fel róluk, szárny, farok, testtömeg, kondíció, és egy testtömegmérés után szabadon engedjük őket. A ludasító mólóján délelőtt 10 óra magasságában már húzzák össze a hálókat. Ez azért fontos, hogy ilyenkor már ne repüljenek bele a madarak a hálóba, ugyanis akkor könnyen hőgutát kaphatnak.